Innen a Búcsú utcából érkezett a város idei karácsonyfája. A tűzoltók kora reggel kezdték el előkészíteni a fa kivágását, ez azonban áramtalanítani kellett a környéken. Ezt követően láttak hozzá a tűzoltók a fa kivágáshoz. A több mint 5 méter magas ezüst fenyőt a Sebők család ajánlotta fel idén. Ők a 2000-es évek elején költöztek az utcába, akkor már itt állt a fenyő. A szomszédok elmondása alapján 1965-ben ültették a fát. Azonban mostanra már akkorára nőtt, hogy a család kénytelen volt megválni tőle. Gyönyörű, meg nagyon szeretjük, de a gyökerei benőttek a járda alá, a csatornázók már mondták, hogy bajunk lesz belőle, kivágni spontán módon bűn lett volna, és úgy gondoltuk, hogy szép helye lenne egy ilyen szolgálatnál. Egy daru segítségével tették a nyerges vontatóra a város karácsonyfáját, amit ezután egyből a városháztérre szállítottak, hogy felállítsák azt a megszokott helyen. A faállítást a több tucat fehérvári mellett végignézte a belga Genk futballcsapata is, de Sebőkik is figyelemmel kísérték a fa felállítását. A családnak Székesfehérvár polgármestere is köszönetet mondott. Szeretnék megköszönni a város nevében a városfáját. Végül nem sokkal dél előtt került végleges helyére a város karácsonyfája. Egyébként a fehérvári főtéren már állnak az adventi vásár árusainak fabódéi, és a városgondnokság felszerelte az adventi világítás egy részét is. Így hamarosan teljes lesz a belváros karácsonyi díszlete. A város karácsonyfája tehát már áll a főtéren, és hamarosan fel is díszítik azt, így advent első hétvégéjén már teljes kivilágított pompával várja majd a fehérváriakat. A Fehérvár Televízió híradóját Szabó Miklós Bence tudósította.